várjuk ide vissza önöket, ha nem is feltétlenül a sporttalálkozóra, hanem más szempontból is, hiszen Cegvédnek nagyon sok olyan lehetősége van, amit tud nyújtani bárkinek, aki ide jön hozzánk. Takács László polgármester köszöntötte az ügyészségi sportnapok megnyitóján résztvevő szervezőket, és persze az ügyészségek képviselőit. A közvélekedéssel ellentétben az ügyészség is egy nagy család. Így fogalmazott a Pest megyei főügyész azon a találkozón, ami a péntektől kezdődő háromnapos országos rendezvényt nyitotta meg ma. Az ügyészség egyébként a Dunától innen, illetőleg a Dunán túl rendes sporttalálkozókat, tehát országos sporttalálkozók azok 5 évente szoktak lenni, de ez a két régió, ez minden évben megrendezi a maga sporttalálkozóját. Ez a mi régiónk sem lóg ki ebből a sorból, és azt mondhatom, hogy ez az idei ceglédi sporttalálkozó már a 38. a sorban, tehát ez már közel 4 évtizedes múltra tekint vissza. Ilyenkor a sporttal foglalkozó ügyészek, alügyészek, fogalmazók gyűlnek össze, és vesznek részt egy nagy közös eseményen. A legnépszerűbb általában a foci, de számos sportágban kipróbálják magukat a résztvevők. Megyénként szerveződik az egész, tehát a megyék indítanak csapatokat, az tulajdonképpen a torna győztesének az számít, jól lehet egyébként összesített pontszámokat is mérünk. De ezen túlmenően síkfutás, van tollaslabda, pingpong, csocsó, dárc, úszás, az idén rendhagyó módon strandröplabdát rendezünk a hölgyeknek, más években, ahol az infrastruktúra erre megvan, akkor általában kosárlabda szokott lenni, de itt most úgy gondoltuk, hogy újítunk. Egyébként is ez a ceglédi, ez a Pest megyei rendezvény annyiban rendhagyó lesz, hogy tulajdonképpen a fürdőhöz kötődik, a köré szerveződik az egész. A Malomtószéli sportpályán, de a még most épülő tollaslabda csarnokban is lesznek majd megbérettetések.